mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és a mai alkalommal, ami most már hát hagyományos hatodik alkalmunk, hogy összejövünk itt januárban, hogy beszámoljak a Szentföldi Magyarásatások legfrissebb fejleményeiről. Három különböző dologról lesz szó. Az első, miután vannak közöttünk olyanok, akik először jöttek el közénk, lesz egy kicsi ismétlés, ezért mindenkitől elnézést szeretnék kérni. A második dolog, hogy megjelent egy kis könyvecske, a második kötete a Nakiruszi kutatásainknak a Vatikáni Szentföld kiadónál, az Edizioni Terra Santánál, amiről egy könyvbemutatót szeretnék tartani. És harmadrészt, ahogy ezt a Klárinak az előadás felhívó üzenete is hordozta, egy olyan kis kitekintést is szeretnék adni, amely kontextusba helyezi, szervusz professzor úr, kontextusba helyezi a Makéruszt, ezt a történelmi helyszínt. Ugye a jelenlevők közül mindenki tudja, hogy itt nem egy egyházi szent hagyománnyal állunk szembe, amikor a Holtenger keleti partján 1100 méter magasan található herodesi várkastélynak a feltárásait bemutatom, ugyanis ez nem egy szent hagyomány, hanem egy történelmi helyszín. Ugye már Krisztus utáni első században Josephus Flavius, a Flavius dinasztia római hivatalos történetírója leírta, hogy keresztelő János a Makérusz várkastélyában lett bebörtönözve, és ott is ölték meg. Most ezt később megerősíti Origenész, több egyházatja, közöttük Eusebius is az egyház történetében név szerint szerepelteti, hogy ez a Makéruszban történt. Tehát a Makérusz egy történelmi hely, amely ma már zarándokhely is egyben. Azonban egészen 1968-ig senki sem tudta biztosan, hogy hol van a Makérusz. Tehát, hogy világos legyen mindenki előtt, azt tudtuk, hogy valahol a Holtenger keleti partján van a Makérusz, de hogy pontosan hol, ez nem volt világos. Most, amikor a Szentföld különböző szent helyeinek a térképét bemutatom, akkor szeretném jelezni, hogy Betszaidának a helye erősen vitatott, négy olyan régészeti lelőhely van, amely alapján próbálják beazonosítani az ókori Betszaidát. Ugyanúgy ugye Betániával kapcsolatban leírja Szent János evangélista, hogy Betánia Jordánon túl, ahol János keresztelt, a harmadik napon még ott van Jézus, a negyedik napon már Kánában van. Na most innen 135 kilométerre van Kána, hogy juthatott oda egy nap alatt, másnap a mennyegzőre. Abban a pillanatban föl kell vetnünk azt is, hát igen, ez a Kafr Kána nem azonos a Hirbet Kánával. Az is nagyon vitatott, hogy melyik azonos az ókori Kánával. Ami biztos az evangéliumi szent helyek közül, az Betlehem, Názáret, Kafarnaum, Jeruzsálem. Ezek a helyek, amelyek már a bizánci szent zarándoklatok idején, a Nagy Konstantini, illetőleg a Szent Helena császárné ideje óta elkezdődött zarándok helyeknek a célpontjai voltak. Ez azt jelenti, hogy a bizánci építészek megkapták a megbízást, hogy elkészíthetik azokat a hatalmas bazilikákat, amely bazilikában megérkeznek a szentföldi zarándokok. Ez úgy nézett ki, hogy a területet teljes egészében letisztították, és a bizánci templomokat sziklába vájt tükörbe kellett elhelyezni, tehát az alaprajzát ezeknek a templomoknak a sziklába belevésték, magyarán semmilyen régészeti lelet nem maradhatott ezen a területen. Ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert valóban a bizánci kori, illetőleg a későbbi keresztes lovakori zarándok ipar, hiszen itt egy ipari méreteket öltő hatalmas zarándok tömeggel kell számolnunk, megsemmisítette a régészeti emlékanyagát ezeknek a területeknek. Tehát ha valaki elmegy ma
Betlehembe, és azt a gyönyörű szép korai bizánci születés bazilikát meglátogatja. Ott nincsenek heródesi kori régészeti leletek. Ugyanúgy elmondható mondjuk Názáretről, az Antonio Barluzzi-nak a bazilikájában, amikor bemegyünk, ugye egy 1930-as években épült bazilika, ott a korabeli régészeti leletek hát igen-igen szerényen mutathatók ki. Nincs egyetlen egy olyan evangéliumi helyszíne sem a Szentföldnek, amely egyfelől nem vitatott, tehát nincsen kérdőjel mögötte, hogy biztos, hogy Kána azonos Kafr Kánával, és nem Hirbet Kána? Vagy amikor Magdaláról beszélünk, Magdala annyira vitatott, hogy ez a szó Migdál, azt jelenti magas, sudár. A biblikusok döntő többsége egyetért abban, hogy Mária Magdaléna nevében a Magdala, az azt jelentette a sudár Mária, a magas Mária, és nem is szabad a galileai Migdállal beazonosítani az ő származási helyét, hiszen nem mutatható ki a bizánci kor előtt Migdál semmilyen történeti forrásban Galileában. Mégis a zarándokoknak szükségük volt egy Magdalára, így megjelenik a bizánci kori térképén a Szentföldnek. De amikor most a 21. században próbáljuk a Szentföld hitelességét úgy felmutatni, hogy valóban az 5. evangélium tárulkozzon elénk, ahogy ez 6. Pál elsőként megfogalmazta a Szentföld jellegzetességeként, hogy ez az 5. evangélium, akkor még egyszer mondom, senki nem kérdőjelezheti meg Jeruzsálemnek, Jerikónak, Názáretnek vagy Kafarnaumnak a helyét. Azonban ezek a szent helyek, amelyek vitathatatlan szent helyei az evangéliumoknak, illetőleg az Új Szövetségnek, ezeket mind a keresztes lovag, illetőleg előtte már a bizánci zarándokipar régészeti szempontból tönkretette. Kafarnaummal kapcsolatban, ha szabad megjegyeznem röviden, amikor meglátogatja valaki a zarándoklata során a kafarnaumi oktogonális bazilikát, amelynek a feltárása során kerültek elő korai római kori romok is, és ott van mellette ugye a kafarnaumi zsinagóga, akkor tudni kell azt, hogy a kafarnaumi zsinagóga ma látható műemlék együttese Krisztus utáni 4. századi. Tehát a korai bizánci időben azért építik fel azt a zsinagógát, hogy megmutathassák az zarándokoknak, hogy kérem szépen, itt volt Jézus zsinagógája, egy szimbolikus zsinagóga. Természetesen sehol a Szentföldön nem fordult elő az, hogy egymástól 100 méterre egy keresztény templom és egy zsinagóga egyidejűleg működött volna. Tehát egy olyan pavilonról van szó, amely a zarándokok számára egyfajta bemutatását jelentette a zsinagógának, és még egyszer mondom, a 4. századi datálása megkérdőjelezhetetlen ennek az épületnek. A Makérusznak, a Holtenger keleti partján található várkastélynak ugyanez lett volna a sorsa, hogyha tudtak volna róla a bizánci vagy a keresztes lovak kori időkben. Azonban senki sem tudta, hogy pontosan melyik az a hely. Itt Jeruzsálemmel szemközt található a Makérusz. Ezt a felvételt már többször bemutattam a jelenlévő társaságnak. Ugye a már feltárt romok az előtérben, háttérben a Holtenger, Betlehemmel és Jeruzsálemmel. De most egy olyan felvételt mutathatok be, amelyet még nem tetszettek látni. Így nézett ki a szűz, régészetileg teljesen érintetlen Makérusz. Egészen 1968-ig. Ez miért ilyen fontos? Azért, mert sok ilyen hegycsúcs található a Holtenger környékén, és erről 1807 januárjában Ulrich Jasper Zetzen elsőként feltételezte, hogy esetleg azonos lenne az ókori Makérusszal, a Makérusz várkastélyával, egyszerűen abból a feltételezésből kiindulva, hogy a környékbeli falut úgy hívják, hogy Makauer.
És etimológiailag valószínűsítette, hogy ez a Macaur egyfajta továbbélése a mahajra, vagy latinosan makéru szónak, ugye, ami csak rövid kardot jelent. Nagyon szép név egy várkastélynak. Egészen 1968-ig senki sem tudta, hogy valóban azonos-e ez a régészeti lelőhely, közelebbi felvételt is mutatok róla, teljesen szűz területe a makérusszal. Amikor még közelebb megyünk, mindenki láthatja, egy teljesen érintetlen, sima hegytetőről van szó. Most, hogy szerény beszámolomnak a konklúzióját előrevetíthessem, szeretném a tisztelt hallgatóságnak jelezni, hogy egy olyan átlagosan 4 méter magas törmelék borította az egykori várkastélyt, hogy az 1968 óta folyó feltárások eredményeként egy körülbelül 50 ezer darabos LEGO készlet került a kezünkbe. Na most elnézést ezért a modern kifejezésért, mindenkinek vannak gyerekei, unokái, tudják, hogy milyenek ezek a LEGO-k. Ez az 50 ezer darab durván annyi, mint hogyha ez a terem 2 méter magasságig lenne tere ilyen kis LEGO darabokkal, és azt mondanák, hogy na, próbáljunk összeállítani belőle egy egykori várkastélyt. Maga a vállalkozás lehetetlen lett volna, hogyha nem maradt volna ránk Jeruzsálemtől keletre 7 darab várkastély, ugyanabból az időszakból, a Krisztus előtti 30 körüli építkezések időszakából, amikor Nagy Heródes király egy pajzsot akart kialakítani Jeruzsálemtől keletre, hogy a nabateusokkal szemben védje a királyságát, és miután nagyon alaposan tanulmányoztuk a másik 6 ránk maradt várkastélynak a romjait is, így ezek fényében vált érthetővé az, hogy hogyan is nézhetett ki ez az evangéliumi helyszín. Szóval mielőtt erre rátérnék, szeretném az igazolását bemutatni, hogy valóban a makéruszon vagyunk. Hogy sikerült végül is August Strobelnek, a Jeruzsálemi Német Protestáns Intézet igazgatójának bizonyítania azt, hogy honfitársának, Ulrich Jasper Zetzennek az 1807-es hipotézise igaz, tehát valóban az ókori makérusz lesz ennek a várkastélynak, pontosabban ennek a régészeti lelőhelynek a területén. Ezen a helikopter felvételen, amelyet az ausztrál David Kennedy professzor úr készített el, látható napjainkban a már kiásott makérusz várkastélyának az épület együttese. De itt be tudom mutatni azt is, hogy körülötte további olyan kőemlékeket talált Strobel a helyszínen, ezt elsőként ő találta meg 1967-ben, de csak 1968. januárjában publikálja, amelynek a felmérése egy 3,5 kilométer hosszú, hatalmas ostromfal gyűrűjét adta, rajta összesen 17 darab kampusszal, ilyen katonai lágerrel a katonák számára. Az előkerült régészeti leletanyag egyértelműen datált a Vespasianus császár idejére, Krisztus után 71-re a műemlékegyüttest, tehát a datálása föl sem merülhetett, hiszen 100-ával kerültek elő Vespasianus szesterciuszok. De a döntő érv az volt, hogy Josephus Flaviustól tudjuk, hogy összesen 2 olyan várkastély volt, amelyet a trónörökös Titus főparancsnoksága alatt a 10. Fretensis légió parancsnokának, Lucilius Bassusnak a vezetésével, ez a körülbelül 10-12 ezer római legionárius el kellett, hogy foglaljon Jeruzsálem meghódítását követően. Az egyik a makérusz, és az utolsó a Masada. De most a Masada körül lévő hatalmas ostromgyűrű már nagyon jól ismert volt, felmért és publikált állapotban volt 1967-ben. Tehát amikor August Strobel megtalálta ennek az ikerépítményét, az ugyanolyan korú, Krisztus után 71-ből származó, 3,5 kilométer hosszú óriási ostromgyűrűt elsőként jelentette be,
hogy ennek a közepén ott lesz a makérusz. Itt már nincs vita, az idősebb Plinius is leírta Krisztus után 77-ben, hogy Judeában, Jeruzsálem után a legjelentősebb erőd a makérusz volt. Ugye összesen két olyan erőssége volt az élótáknak, ahova ki kellett, hogy vonuljon a 10. légió, a makérusz és a maszada. Innentől kezdve senki nem kérdőjelezhette meg, hogyha az epicentrumban található hegycsúcsot feltárják, ott egy herodesi palota fog napvilágot látni. És ez meg is történt. Ez az oka annak, hogy sem a zsidóság, sem a bármelyik keresztény egyház körében, sem pedig az iszlám vallásában senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy a makérusz valóban keresztelő János börtöne és mártíromságának a helyszíne. Ugye az iszlám Jordán királyságban a vallásügyi minisztérium védnöksége alatt van a területünk. Ő volt August Strobel. 1967-ben történik meg a felmérés, de csak 1968. januárjában publikálja az anyagot. Általános vélemény okorkutatók között, és ezt nagyon sok izraeli kollégám megerősíti, amennyiben ezt tudták volna egy-két évvel korábban, akkor biztos, hogy a hatnapos háború idején, 1967-ben a Holtenger keleti partját is elfoglalja Izrael, mert Golda Meir, nem mint miniszterelnök, hanem még mint hadügyminiszter asszony jelezte, hogy valamennyi herodesi palotának izraeli felségterületen kell lennie. Végül így a 67-es hatnapos háborút követően ez kicsúszott, és ez lett az egyetlen olyan herodesi palota, amely nem került izraeli felségterületre, és jelenleg ugye a Jordán királyság területén található. Az amerikaiak voltak azok, akik ráugrottak a régészeti lelőhelyre, 5 hónappal később már ott vannak a helyszínen, és ők kezdték el ennek a szűz régészeti területnek a feltárását. Erről is beszéltem már korábban, összesen 4973 tárgyat szállítottak el a Mississippi Állami Egyetem Cobb Régészeti Intézetének a raktárára, és egy csillagászati összeget ajánlott föl a mecénásuk, egy 32. fokozatú szabadköműves Küli A. Cobb, hogy abból a $1,5 millió kezdjék el a feltárásokat. Miután Cobb meghalt váratlanul, ezért úgy döntöttek, nem folytatják a feltárásokat, hanem ebből a pénzből egy nagyon elegáns régészeti intézetet alapítanak Cobb emlékére, ahol úgynevezett bőrfoteles régészek lesznek, tehát analitikus kutatásokkal kezdenek el foglalkozni, és nem is tértek vissza az amerikaiak erre a régészeti lelőhelyre. Az már egy különleges fintora a sorsnak, hogy 2013 áprilisáig, amikor elkezdtem a Mississippi Állami Egyetemen a munkámat, addig ezeket a ládákat felbontatlanul hagyták. Tehát annyira nem érdekelte őket az anyag, hogy fel se nyitották a szállítást követően ezt a 13 ládát. Maga a feltárás egyébként rendkívül jó módszeres kutatás eredménye volt, de ahogy ezt már korábban jeleztem, nagyságrendileg 50 ezer előkerült régészeti lelettárgynak csupán 1/10 jelentette az amerikaiak által napvilágra hozott régészeti leletanyag. Ugye itt látjuk, hogy az első herodesi palota falak hogy kukucskálnak ki a feltárások során a kutatási szelvényekből. Egyébként ilyen kutatási szelvényt összesen 23 darabot nyitottak meg a régészeti lelőhelyen, és ő volt az a Jerry Verdeman, aki egy baptista lelkészként vezette a feltárásokat 1968-ban az amerikaiak színei, az amerikai színekben. Ez az 1979-es légifelvétel már a Pápai Biblikus Egyetemnek a régészeti feltárásait mutatja, ugyanis a jeruzsálemi ferences atyák Virgilio Canio Corbo vezetésével folytatják az amerikaiak után a feltárásokat, azonban ők nem tudtak hozzányutni az amerikaiak leletanyagához, és láthatjuk, hogy az ő feltárásaik eredményeként ugye nagyon sok falat látunk, igaz, hogy ezek jó része nincsen kiásva, csak a legtetejét
tárták fel, és ők voltak az elsők, akik egyértelműen tudták igazolni, hogy egy hatalmas alsóváros található a Citadella oldalában. Csak a nagyságát jelölve ez egy durván 5000 négyzetméteres erődített királyi palota, és itt oldalt pedig egy durván 10000 négyzetméteres alsóváros található, amelynek a radarfelvételeit 2010-ben végeztük el, és akkor derült ki, hogy egymással párhuzamosan futó és a sziklába lépcsősen, terasszerűen bevágott hat párhuzamos utcának a majdani feltárását láthatjuk magunk előtt a számítógép képernyőjén, ugye a geofizikai radarvizsgálatok eredményeképpen. Ugye ő volt Virgilio Canio Corbo, és az ő tanítványa, Michele Piccirillo atya, ugye látjuk, milyen romantikus ez a csodálatos égészeti lelőhely, Dósa Pap Tamás kollégám felvételén itt a háttérben a holtengerrel, és végül Piccirillo atya is nagyon fiatalon meghalt, 2008. október 26-án. Ekkor döntött úgy a jordán királyi udvar, hogy egy nemzetközi tender formájában megpályáztatja a kutatási koncessziót, és ezzel egyidejűleg 16. Benedek pápa 2009. májusi látogatásakor egy olyan plusz lendületet kapott a Makerus koncesszió majdani feltárása, hogy őszentsége 16. Benedek pápa személyesen kérte az uralkodótól, hogy a Makerus további 4 biblikus helyszín társaságában, ugye a Nébóhegy, Betánia Jordánon túl, Gadara és Pella Dekapolis városainak a társaságában a Makerusszal együtt legyen az az 5 biblikus helyszín, ahová nemzetközi keresztény zarándoklatokat fogadják a jordánok. A Ránya királyné később személyesen is meglátogatta a feltárásainkat. Na most, amikor mi magyarok 2009-ben nekiálltunk ennek az 1100 méterrel a holtenger fölé magasodó királyi várkastélynak a feltárásához, kellett egy olyan intézményi háttér, egy intézményi garancia, akiknek a színeiben fogjuk a munkát végezni, és egykori mesterem Makovec Imre volt az, aki a Magyar Művészeti Akadémia színeiben delegált bennünket, a már említett Dósa Pap Tamás kollégámon kívül Dobrosi Tamás és Arnocki Imre Balázs barátaimmal közösen, hogy magyar kutatócsoportként kezdhessük el a munkálatokat. Természetesen később több amerikai, svájci, jordán, stb. Kolléga csatlakozott hozzánk, de ettől még a feltárás a Magyar Művészeti Akadémia színeiben maradt. Nagy örömöm volt ezen az elmúlt ásatási évad idején, hogy tavaly márciusban Kövér László is fölmászott a Makerus hegycsúcsára, ahol ő maga így fogalmazott, hogy mi magyar zászlókként lobogunk ott a holtengerparti szélben. Hát rendkívül boldog volt, hogy egy ilyen magyar vonatkozása is van a szentföldi kutatásoknak. Ugye az egyik fő feladatunk az volt, hogy a Pápai Biblikus Egyetemet meggyőzzük arról, hogy az ő kezükön lévő durván 20000 régészeti lelet tárgyat és az általuk feltárt ásatási szelvényeknek a teljes körű tudományos dokumentációját, az eredeti rajzokat, fényképeket és a hozzájuk kapcsolódó lelettárgy katalógusokat átadják nekünk. Na most később annyira jó lett a kapcsolata a Pápai Biblikus Egyetemmel, hogy örömmel jelezhetem, remélem nem veszik hát rossz néven, hogy ezt most megjegyzem, hogy február 1-től a Pápai Biblikus Egyetem vendégprofesszoraként én magam is tanítani fogok Jeruzsálemben. Minden második héten át kell mennem, hogy a hallgatóiknak bevezetést adhassak a szentföldi épített örökségről. A Massimo Pazzini atya most a jelenlegi dékán egyébként. Most ugyanilyen feladat volt az amerikaiaknál is az anyag megszerzése. Ugye itt látható az öreg Jerry Verdeman feleségével, ahogy az új igazgatót, Jody Seeger professzor urat köszöntik. Miután meghalt Verdeman,
az özvegyével, itt már 86 esztendős, sikerült megállapodnom, hogy átadta a teljes archívumát a férjének, és ez a fiatalember is később 80 esztendős lett, Jody Seeger professzor úr, aki aztán a náluk őrzött anyagokat adta át. Ugye a copyrightja az intézeté volt az ott őrzött anyagoknak. Úgyhogy végül is úgy kezdhettük el a munkát, vagy a megkezdés követően már 2 éven belül minden anyag a mi kezünkön volt. Így nem jelentett semmilyen nehézséget a teljes átfogó kép kialakítása, illetőleg amit Béres elnök úrral ugye többször emlegettünk, a régészeti ledőhelynek, mint történelmi helyszínnek a hitelességét visszaadni, hogy egy olyan evangéliumi helyszín legyen, amely a következő generációk számára egy minden kétséget kizáróan hiteles, történelmi műemlék együttesként mutatja be azt az evangéliumi helyszínt, amelyről Márk és Máté evangélisták részletesen beszámoltak. Ugye ebben az állapotban örököltük meg 2006-ban a régészeti lelőhelyet, egy modern házat is ráépítettek, felállítottak modern oszlopokat, és hát a régészeti föltárásoknak ugye több szelvényét most itt, amikor átfutva bemutatom, Arnoszki Balázs gyönyörű építészeti rajzain, Dósa Pap Tamás felvételein, akkor bemutathatom azt is, hogy a heródesi család valóban judaizálódott. Például ez a mikve fürdőjük, hogy egy óhéberül mikve, ott az egyetlen olyan részlete a heródesi királyi palotának, ahol 3 dimenzióban maradt meg az építészeti tér, egy intakt, gyönyörű, szép szegmensíves boltozattal kiegészítve. Itt egy ciszterna feltárásnak a képeit mutathatom. Ugye először csak ilyen keveset láttunk a ciszternából, végül 15,5 méter mélyen sikerült föltárni, nagyon gazdag régészeti leletanyagot kiemelve a ciszternából. Itt az építészeti modelljét láthatjuk ugyanennek. Akkor egy falkutatás eredményeként egy lépcsőháznak a feltárása születhetett meg, és hát a felmérések egyik nagy gyümölcse lett, Dobrosi Tamásnak az alaprajzét mutathatom, hogy gyönyörűen sikerült megkülönböztetnünk a Hasmóneus, Alexander Janneus korából, tehát Krisztus előtt 90-ből származó ciklopsz falazással emelt műemlék részeket, és azt a heródesi királyi palotát, amelyet ezekbe a romokba körülbelül Krisztus előtt 30 magasságában épített be nagy heródes király. Ugye 57-ben Krisztus előtt Gabinius az szíriai legátusként, aki lerombolta ezt a Hasmóneus várat, tehát ott egy romvár állt egy ideig, 57-től körülbelül 30-ig, és ekkor egy várkastélyt alakított ki nagy heródes király. Na most a területen található sok ezer épületelemből, ugye a dokumentációból igazolni tudtuk, hogy egy részük a heródesi ciszterna alján látott napvilágot, különböző oszlopdobok, oszloplábazatok és oszlopfők. Itt egy másik csoportja látható ezeknek, és elhatároztuk, hogy ezt a legót, ezt az épületelemekből való összeállítást, az eredeti hiteles építészeti térnek a bemutatását azért is megpróbáljuk elkészíteni, mert ahogy azt Gianfranco Ravasi bíboros úr, a pápai biblikus tanács elnöke az egyik recenziójában, amelyet a Makérusz egy kötetről írt, leírta, ez az egyetlen időkapszula az evangéliumi helyszínek közül. Tehát ez az egyetlen olyan időkapszulaként ránk maradt régészeti lelőhely, ahol egyáltalán kísérlet tehető az eredeti építészeti tér és az enteriőr bemutatására. Amikor ezeket az épületelem katalógusokat bemutatom, akkor egy pillanatra megszakítom a beszámolómat, és kérem, engedjék meg, hogy belelapozzunk a frissen megjelent Makérusz 2 kötetbe, amely egy rendkívül rangos akadémiai sorozat tagjaként látott napvilágot. Ez az úgynevezett Jeruzsálemi Collectio Major sorozat. 1941-ben indította el a Pápai Biblikus Egyetem, ugye, amely itt található a jobb alsó sarkában ennek a 1930-as években készült légifelvételnek. Ugye az egykori nagyheródesi
jeruzsálemi nagy templom Temenoszával, amely közepén ma az Al-Haram Al-Sharif Kubbahal Szakrája található, a szikladóm. Elnézésüket szeretném kérni. És ezt a könyvsorozatot 1941-ben a német Sylvester Saller munkájával úgy indítja el a Pápai Biblikus Egyetem Jeruzsálemben, hogy elhatározták, bemutatják majd ebbe a sorozatban azokat az evangéliumi helyszíneket, amelyek az alapját képezik Jézus földi működésének, evangéliumának. Na most hát olyan kötetek találhatók közöttük, mint a Szentsír Bazilika, a Getsemáni kert, Dominus Flevita az Olajfák hegyén, Úrunk mennybe meneteli bazilikája az Olajfák tetején, Betlehem, Názáret, a Kafarnaum sorozat, a Magdala sorozat, tehát az összes ilyen helyszín, és ahogy láthatják ezeknél a köteteknél, ugye mindent újra kiadnak. Lehet, hogy ez eredetileg egy 1958-as kötet, újra kiadva 81-ben, újra kiadva 82-ben, majd pedig 2004-ben. Ezt kiadták újra 2005-ben. Azért adnak ki mindent újra, ugyanis a Vatikánban, a Szentföld kiadónál, jelenleg egyébként már 2005 óta nem Jeruzsálemben van, hanem a Carlo Maria Martini bíboros úr, az akkori milánói érsek úgy döntött, hogy átviszi Jeruzsálemből Milánóba a kiadót, hogy ott jobb kondíciókat biztosíthasson neki. Tehát úgy döntött a vatikáni Szentföld kiadó, hogy mindent állandóan rendelési állományban tart, tehát ez a könyvsorozat az idők végezetéig mindig megrendelhető legyen. Itt szól a szabályzatok, ha már csak 20 rendelési állományban megmaradt raktári példány van, kötelesek azonnal újra kiadni. Na most ebbe a világhírű sorozatba kerülhettünk be mi magyarok, már ezek 2013-ban a Makérusz egy kötettel, és ez a könyvecske pedig az 55-ös számú kötete, a Makérusz 2. Ugye ennek fényében érthetjük csak meg, hogy nem egyszerűen egy szép 560 oldalas könyvecskéről van szó, hanem egy olyan lehetőségről a magyar művészeti és tudományos kutatásoknak a bemutatására, ami tényleg nemzetközileg bárhol elérhetővé tette. Ugye 750 köteles példányuk van, amit a világ különböző ókortudományi központjaiba, Új-Zélandtól Kanadáig, Dél-Amerikától Finnországig kiküldenek. Magyar Művészeti Akadémia is, mint erkölcsi pártfogó szerepel a kötetben, ugye a Magyar Régészeti Misszió az amerikai baptista és olasz ferences ásatások fényében egy maximum 10 perces belelapozgatás következik. Ugye a kutatócsoportunk Makovec Imre alapította 2009-ben. A Jordán Királyi Műemlék és Régészeti Hivatal főigazgatója, Fawazah Reisek úr egy hónappal korábban halt meg, mint ő, augusztusban 2011-ben, 56 esztendős korában. A könyv előszavát El-Hassan bin Talal herceg, a Jordán Királyi Társaságnak az elnöke írta, ahol egyébként bennünket az ő barátainak nevez, és az elmúlt szeptemberben meg is hívott a Királyi Társaság állandó meghívottjaként. Az ajánlást Fekete György professzor úr írta a Magyar Művészeti Akadémia részéről, a bevezetést pedig az amerikai főnököm, a Jody Seeger professzor úr, a Cobb Régészeti Intézetnek az igazgatója. Na most már a bevezető soroknál ugye látható, hogy elsőként tudtuk megépíteni azokat a csodálatos herodesi osztopokat, amelyek egyedülállóak a Szentföldön. Ez egy 4 méter 75 cm magas jón osztop, amelyet mi magyarok építettünk meg, és ugye ennek a bemutatása azzal kezdődik, hogy az első oszlopdobokat már az amerikaiak megtalálják 1968-ban. Nagyon jól fogja demonstrálni ez a fejezet, hogy mennyire egymás vállain állnak, mint az artisták, ezek a tudományos generációk, és aztán azokat az oszlopdobokat, amiket az amerikaiak már feltárnak, ugyanúgy felhasználjuk a későbbi munkáinkban, mint a ferencesek által megtalált
in situ oszloplábazatot, dór oszloplábazatot ezen a stilobatészen, teljesen érintetlen formában látott napvilágot, és ezek a ferences atyák voltak azok, akik frissen ledokumentálták az összes olyan oszlop printet ezen a stilobatészen, amely már a következő évben láthatatlan volt, ugyanis a téli esőzések során teljesen elmosta Jordániában ezeket a mikroarcheológiai emlékeket az eső, de ezek az atyák még ezeket a szívalakú oszlopdobokat is gyönyörűen dokumentálni tudták. Itt látjuk Virgilio Corbót, ahogy megtalálja ezen a Crepidomán a Jón lábazatot. Itt jobb oldalt is ez látható, gyönyörű in situ mozaik táblák társaságában, mozaik padlózat társaságában. A Heródesi fürdőház feltárásairól ránk maradt archív felvételek, ugyanúgy még in situ állapotban a Jón oszloplábazattal, illetőleg további oszlopdobok. Na most, amikor ezeknek a feltárását, vagy felállítását megkezdtük, első lépésként rekonstruáltuk a megtalálás állapotát, ugyanis később vandálok ezeket az in situ oszloplábazatokat felfordították, tehát már nem volt az eredeti helyén, de az eredeti fénykép dokumentumok alapján, az archívum alapján tudtuk rekonstruálni mind a Jón, mind a Dór oszlop eredeti állapotát, majd pedig ugye, miután valamennyi szükséges épületelem ránk maradt, és ezeknek a rekonstrukcióját a számítógép képernyőjén először el tudtuk készíteni. Itt is Dobrosi Tamásnak láthatjuk az egyik számítógépes rekonstrukcióját. De nemzetközileg nagyon kritikusan álltak hozzánk, senki se hitte el, hogy ezek valóban megépíthetőek, hiszen Izraelben sehol nem tudták ezt megépíteni. Nincs egyetlen egy heródesi korból ránk maradt teljes oszlop, amelyet akár Jeruzsálemben, Cezarea Maritimában, Heródionnál, a Maszadánál, vagy mondjuk Jerikónál fel tudtak volna állítani. Egyszerűen azért, mert nem maradt meg a régészeti lelőhely időkapszulaként, hogy ott minden szükséges épületelem meglegyen. Ugye ezeket a modern oszlopokat elbontottuk, amelyek a helyszínen voltak találhatóak, és ugye ahol szükséges volt, műkővel kiegészítettük a töredékes állapotban megmaradt dór oszlopdobokat, és hát szépen nekiálltunk először a Jón oszlop felépítésének. Ugye itt láthatjuk is a 4 méter 75 cm magas Jón oszlop felállítását, majd pedig a dór oszlopot is ugyanígy. Nos, hát ezek az ásatási kötetek ugye az utókor számára dokumentálják, hogy lépésről lépésre milyen metodikával, milyen formán készítettük el ezeket a rekonstrukciókat. Nagyon magas minőségű rozsdamentes féldacél empólium dugókat használtunk összekötő láncszemekként, mint kapcsokat az oszlopdobok között, és hát magát az oszloplábazatot is, mind a Jón, mind a Dór oszlopok esetében lehorgonyoltuk a Jón Crepidomára, illetve a Dór stilobatészre. Itt Dósapap Tamás barátom éppen fényképet készítő, egy Kodak díjas fotós is egyben, nem csak kiváló építész. És itt szeretnék rátérni, ugye nem csak arra, hogy tárgyakként is kezeltük ezeket a felállított, éppé rekonstruált díszítő épületelemeket, tehát mind a négy oldalról fotodokumentáció és rajzi dokumentáció is készítettünk róluk. Itt van egyébként jobb oldalt Jeruzsálem, és ott látható az aranykupola a szikladómon, itt az előtérben a kollégákkal éppen konzultálunk, ez pedig már itt bal oldalt Betlehem. Ugye milyen kicsi a Szentföld. Ezek a rajzi dokumentációi ezeknek a felállított Jón oszlopoknak, ezeket Dylan Cargis, Mississippi kollégám készítette. Itt a svájci Ueli Belvárd, tőle jobbra a magyar Dobrosi Tamás állnak a létrán. És ez már a következő fejezet, egy biblikus címet adtam neki, Keresztelő Szent János gabatája. Most hát természetesen ez a sorozat Nihil Obstát
nagyon komoly relátoraim voltak, nem véletlenül használhattam ezt a kifejezést. Ugye a Szent János evangéliumából kölcsönzöm, amikor a litosztrotoszt, azt a köves udvart írja le Szent János evangélista, ahol Poncius Pilátus helytartóságán halálra ítélik Jézust. Most miután Jézus maga mondta azt, hogy keresztelő Szent Jánost ugyanúgy bántak vele, mint ahogy az emberfiával fognak, tehát Jézus maga vont párhuzamot a halála, illetőleg János halála között, ezért nem csak a Makéruszt, mint hegyet hívhatjuk keresztelő Szent János Golgotájának, hanem azt a királyi udvart, illetőleg köves udvart, litosztrotoszt, amelynek a héber neve, hogyha Gabbata lett volna, hogyan ez Jeruzsálemben valóban így volt, ami magas helyet jelent egyébként, ugye utalva ezzel a helytartóság geomorfológiai a magasan eső pontjára, ez a legközelebbi ránk maradt párhuzama ennek az evangéliumi helyszínek, ugyanis a jeruzsálemi Gabbata nem maradt ránk. Viszont térben és időben a legközelebbi régészeti párhuzam a Makéruszon ránk maradt Gabbata, ez a köves udvar, ugye a litosztrotosz, amely keresztelő Szent János Gabbatája volt. Na most ugyan csak 10%-a maradt meg, ahogy az látható a montásszerűen fényképfelvételekkel az alaprajzba bevitt alaprajzi rekonstrukcióban az eredeti in situ kőburkoló lapoknak, mégis, ahogy ez világosan látható, éppé lehetett rekonstruálni az alaprajzot, nem csak azért, mert megmaradt ugye, két darab sarka szívalakú oszlopdobokkal, a köztük lévő további 6 oszlop lábazat printjével, hanem a hosszanti oldalon is megmaradt ugye az egyik oszlop lábazat, és ezáltal a ritmusát pontosan kiadta ennek az alaprajznak. Na most az alaprajzi ritmus vizsgálata során döbbentünk rá, hogy az interkolumniációja, tehát az oszlopok közötti távolsága, az oszlopok közötti építészeti térnek a távolsága a rövidebbik oldalon kereken 2 oszlop lábazatnyi, a hosszabb oldalon pedig kereken 3 oszlop lábazatnyi. Miután ez centiméter pontosan stimmelt, így egyértelműen lehetett megtalálnunk a modulját ennek a királyi udvarnak. Ugye a modul azaz az alap mértékegység, amely mindig az oszlop rádiusszal azonos, és ezt egyértelműen beláthattuk, hogy ez 34,5 cm. Na most ez a 34,5 cm ugye az alexandriaiak által kedvelt pigme modul, a könyéktől a csuklóig tartó pigme modul, ugye innen a pigmeus kifejezés, ugye a pigmájoj, olyan kis alacsony embertársaink, akik az alkar alattiak magasságukban. És így, hogy pigmében lett pontosan kimérve ennek a királyi udvarnak a teljes alaprajza, így joggal állíthattuk, és ezt nemzetközileg is mindenki elfogadja, hogy kétséget kizáróan ezek az építészek Nagy Herodes király udvarában nem római, hanem alexandriai építészek voltak, ugyanis kizárólag Alexandriában használták ebben az időszakban, tehát a késő hellenisztikus világ Krisztus előtti első század második felében a pigme modult. Kiderült, hogy az átmérő nem más, mint kereken 70 modul, a rövidebbik szár kereken 34 modul, és a középső hosszúságú szár pedig kereken 56 modul, és ez alapján kiderült, hogy ez pont a 3, 4, 5 Pitagoreus számhármas, így mérték ki a derékszögelést az építészek. Tehát sikerült visszafejteni egészen a redakció, építészeti redakció során, hogy mi volt az eredeti első lépés, hogy tűzték ki a korabeli alexandriai építész kollégák ezeket a pontokat, aztán hogy tudták ráépíteni magát az építészeti teret. Na most nem csak ez sikerült rekonstruálnunk, hanem miután ugye a dór oszlopoknál mindig pontosan 11 rádiusz a magasság, ezért az építészeti tér rekonstrukciója olyan értelemben is lehetséges volt, hogy a klasszikus vitruviuszi arányokat követve kiderült, hogy ugye a herodesi építészetnél általános módon az architrávok libanoni cédrusból készültek, tehát nem maradt ránk architráv emiatt, mert szerves anyag volt,
de a fríz tagozat triglif metopé töredékei pontosan belecsókoltak a rekonstrukció adott részeire, és így nem csak a rövidebbik, de a hosszanti keresztmetszetet is pontosan lehetett rekonstruálni. Most, hogyha egy építészeti térnél megvan az alaprajz, megvannak az oldal metszetek, akkor kiszerkeszthető az egykori építészeti tér minden kétséget kizáróan. A dolognak ez a lényege. Mindenféle kétséget kizáróan az építészeti teret ebben a 8x8 oszlopos dór perisztíliumos csarnokban, ahol nem csak a régészeti leletek maradtak ránk, és az épületelemek, hanem az alaprajz is épé volt rekonstruálható, a ránk maradt in situ fal maradványok, illetőleg az in situ kőburkoló lapok segítségével. Miután ezen régészeti leleteknek még a színe is megmaradt, ezért lehetséges volt az építészeti rekonstrukció színes világban történő megépítése. Itt különben a kőburkoló lapokat is pontosan követtük, a kőburkoló lapoknak a digitális leburkolásáért egyébként Dósapap Tamás vállalt felelősséget, hogy maga az építészeti tér úgy lehessen bemutatható, amely egy olyan evangéliumi helyszín, ahol 4 evangéliumi szereplő élt ezen falak között. Ugye a nagy Heródes király, a fia Heródes Antipász, aki ezt a palotát úgy örökölte meg, hogy ez volt az egyetlen királyi palota, amelyet az édesapjától megörökölt. Tehát ha nem ismernénk az első századi leírását Josephus Fláviusnak, teljesen logikus lenne, hogy a születésnapi bankettjét az egyetlen királyi palotájában, az édesapja által ráörökített palotában ünnepelte meg. De ugyanúgy a második felesége Heródiás, vagy annak az előző házasságából származó Szalómi hercegnő is, ezen falak között kellett, hogy éljen. Na most ez egy olyan kicsi építészeti tér, amely elsőre úgy tűnik, hogy hát ide maximum 200-300 embert lehet bevinni. Ez igaz, de azt ne felejtsük el, hogy ez volt messze a legnagyobb építészeti tere a palotának, tehát biztos, hogy itt kellett, hogy megtörténjen bármilyen királyi fogadás. Különös tekintett arra, ahogyan ezt az előző felvételen itt bemutathattam, hogy a királyi trónszék helye is megmaradt, egy apszis formájában, ugye a szimmetria tengely axisnak a vonalán. Na most a kötetnek ez csak egy bevezető fejezetecskéje, hát ugye láthatjuk, hogy még csak a 90. oldalon tartunk. Itt bemutatjuk az új utakat is. Ez azért érdekes, mert II. Abdal a király őfelsége tartotta a szavát, és miután ígéretet tett 16. Benedek őszentségének, hogy ő elérhetővé teszi a Makérusz a nemzetközi zarándoklatok számára, ezt a hatalmas autósztrádát a Holtenger partjáról, amit itt bemutat ez a szemközti hegyről készült felvétel, 2012-13 telén készítette el, tehát ez is egy új fejlemény volt. Ugye gyönyörű utakat készítettek a régészeti lelőhelyünk eléréséhez, a felvezető utat is szépen elkészítették, úgyhogy kő burkolatot kapott a felvezető út is, ugye helyi közmunkások segítségével. A Jordán királyság a kezdetektől számunkra korlátlan mennyiségű munkást biztosított, ezt közmunkásokként kell felfogni, tehát hogyha 200 munkással akartunk volna dolgozni egy héttel később, akkor azt papíron meg kellett igényelnünk, és kivezényeltek annyi közmunkást, akiknek a fizetését a királyi udvar állta, és ugyanígy a régészeti felszerelések is, amiket itt bemutatunk, a jordánok által mindig biztosított daruk, vagy bármilyen más felszerelésről volt szó. Ugye, hogy itt a még felállványozott Jón oszlopnál állunk, épp egy zarándok csoport gyönyörködik a kilátásban, és hát látjuk ezeket a gyönyörű új utakat, és az első felépült zarándok szállodával. Ez az elmúlt év tavaszán nyílott meg, légkondicionált, nagyon szép zarándokszálloda. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert így az évek során, ahogy a Béres család lehetőséget ad számomra, hogy szerény beszámolókat tarthatok barátaiknak, és közülük sokan az én barátaim is, így mindenki tanulja lehet egy zarándokhely születésének. Ugyanígy született mondjuk Kafarnaum,
a régészeti feltárásokat követően, vagy több más terület. Aztán a következő fejezet egy nagyon hangsúlyos címmel, új felfedezések a makéruszi temetőben, ahol keresztelő Szent Jánost eltemették. Ez egy kijelentő mondat, még nem is feltételezés, minden kétséget kizáróan a korabeli, késő második templomkori judaizmus szokásait követően biztos, hogy el kellett a helyszínen temessék a lefejezett keresztelő. Szent János több sziklasír beazonosítása történt meg, ugye itt beszámolva 1, 2, 3, 4 hatalmas hipogeumok, ugye, amiket kuhimnak hív az izraeli régészeti szakirodalom, ugye látjuk, hogy ilyen klasszikus alexandriai hipogeumokról van szó, amelyekben nem szarkofágok kerültek, hanem csupán holttestek. Ugye a zsidó temetkezési szokások szerint, hogyha valaki meghal, Krisztus úrunkat is nem azért kenték be az asszonyok, vagy akarták bekenni a testét az asszonyok, hogy azt mumifikálják, hanem épp ellenkezőleg, minél hamarabb elrohadjon a hús. Ugyanis a cél az az volt, hogy egy, de legkésőbb másfél éven belül az eltemetett holttest, amelyet aztán még gyolcsokkal is bekentek, hogy ott még hamarabb történjen meg a lebomlás, egy csontvázzá vált, és a család bizonyos tagja, aki felelős volt a hipogeumért, oda ment, és ilyen kisméretű osztáriumokba bepakolta ezeket a csontokat, és ugye minden valószínűség szerint erre a sorsra jutott keresztelő Szent János is, és jutott volna Krisztus úrunk is, ha nem támadt volna föl. Tehát ugye nála, amikor már kimennek az asszonyok, hogy bekenjék, hogy minél hamarabb hát elenyészen a holttest, ugye helyette már az üres sírt találják meg. Na most ezek ilyen Krisztus korabeli sziklasírok, ugye épp itt hátul látjuk Dobrosi Tamást, ott igyekszik felmérni az egyik helyet, ezekben nem szarkofágokat tettek, hanem a holttesteket fektették be, és ezek nagy családi sírboltok, általában 9 férőhelyesek, tehát hogyha egy nagyobb katasztrófa is történik, 9 családtagot is egyszer el lehet temetni, hiszen egy-másfél év múlva úgyis üres lesz az egész, hanem berakják ilyen osszáriumokba ezeket a csontokat. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis Nagy Heródes király idejében jelenik meg ez a temetkezési típus a Szentföldön, egyértelműen római hatása, ugye ez az etruszk osszárium temetkezés, ami az italikus népek számára annyira kedves volt, és Krisztus korára teljességgel általánossá vált. Tehát amikor az arimateai Józsefről beszélünk, ugye Arimateát sem tudjuk, hogy hol van, most nem is akarok erről beszélni, tehát hogy ugyanúgy a sziklasír esetében is ugye erről. Na, ezen a helyen most elválok a kötettől, ugye az első 100 oldalt sikerült bemutatni az 560-ból, és visszatérek a szerény kis összefoglalás felé. Ugye így nézett ki már 2014 decemberében a régészeti lelőhelyen, amikor az első két teljes oszlopot felállítottuk, és miután ugye itt a királyi udvar területén a közvetlen szomszédságban lévő nagy ásatási szelvény, amit most ki kell bontanunk, és ez tele van további oszlopdobokkal, ezért a célunk az, hogy legalább 8-10 teljes oszlopot felállítsunk, ezáltal is egy nagyon szép, az idegenforgalmi szempontból is látványos, az arándokok számára élvezhető bemutatásunk legyen a helyszínen. És egy nagyon érdekes felvétel, hogyha a kalapomat tetszenek látni, akkor pontosan ugyanilyen méretű a szikladómot fönt Jeruzsálemben. Tehát, hogyha valakinek kétségei lennének afelől, hogy valóban lehet-e látni Jeruzsálemet a makéruszról, hogy ezek egészen más légköri viszonyok a sivatagban, a holtengeri millióban. Szívesen bemutatom azt is, hogy amikor így lenézünk a makéruszról, akkor az a kis fehér foltot jobb oldalt Qumrán, ezek a qumráni barlangok, ez itt a Hürkánia, ott megint az aranykupola, és itt jobb oldalt az olajfák hegye. Ugye itt pont megnyílik felénk a Kidron-patak völgye. Ez az oka annak, hogy így belátunk az óvárosba. És aztán, hogyha az óvárosból nézünk ki, akkor a makérusz is ilyen gyönyörűen látható előtérben a Golgotával. Én nagyon szeretem elmondani a
az ásatási beszámolókon, hogy Krisztus Urunkat nem biztos, hogy arccal a város felé feszítették keresztre, de ha ez így történt, láthatta szabad szemmel János Golgotáját is a túlparton, de Betániából, az Olajfák hegye túlsó oldaláról, ahol ugye a három testvér, Lázár, Mária és Márta, az kedves barátai, ahol mindig megszállt lakott, onnan gyönyörűen lehetett látni szembe. Tehát állandóan emlékeztethette arra, hogy mi vár rá, hiszen ő maga megjósolta, hogy ő is, hogy az ember fiával is úgy fognak elbánni, mint Jánossal. Na most, amikor ezt az enteriőrt bemutatom, örömmel szeretném jelezni, ez is egy kortárs művészeti munkánk, hogy Ókovács Szilveszter főigazgató úr felkért arra az operaházban, hogy díszlettervezőként működjek közre az új Szalome díszlet elkészítésében, ahová szeretnék már az egykori építészeti teret is bemutatni. Na most ezzel párhuzamos egy nagyon érdekes dolog történt, ugyanis a királyné, ugye, aki a kulturális ügyekért felelős a palotában, egyik barátnője, a Suha Bawab úrnő, éveken keresztül kidolgozott egy mondatot, ez egy tipikus keleti tárgyalási stílus, hogy megvan egy mondat, és akkor azt elkezdjük ismételgetni, és a végül már mindenkit rabul ejt, és ez így szólt, hogy az Aida jutott Egyiptomnak, az Otelló Ciprusnak, Jordániának pedig a Szalome. Na most ennek az lett a következménye, hogy ők elhatároztak, hogy akarnak egy olyan Szalome ősbemutatót a Makéruszon, ahol az egykori történelmi millióban lehet bemutatni ezt az operát, és hát persze ennek óriási üzleti vonatkozása van a nemzetközi opera rajongók világában. Én 5 évig voltam Cipruson Paphos feltárás vezetője 2004 és 2009 között, akkor még nem voltam megőszülve, egy Schneidig fiatalember voltam, és én több ilyen Otello előadáson vettem részt, ez 3000 ember esténként, és hát nem szegény embereknek a mulatsága ez a világ különböző pontjaira elutazunk operákat hallgatni üzletág, és ugye hát volt egy régi washingtoni cikkecském, ahol Szalome táncolt, hát ez nagyon megragadta a palotát, mondanom sem kell, és el is határozták, hogy majd lépéseket tesznek ebben az ügyben. Egyébként most Ókovács Szilveszter le is jön március 11-én Jordániába tárgyolni a Suha Bawab úrnővel. De még visszatérve az enteriőrre, hogy ugye bemutattam a királyi palotának a belső építészeti világát, most engedjék meg, hogy röviden bemutassam a királyi fürdőháznak, amely szintén egyébként ebben a könyvben részleteiben bemutatásra került. Ugye amikor a teljes felállított oszlopról beszélünk, annak a környezete ugyanúgy összeállítható, hiszen megvannak a régészeti leletek. Itt például középen egy opus sectile márvány kőburkolat volt található. Ez egy olyan luxusnak számított, tessenek elképzelni, hogy Itáliából tengeri hajózással beszállított márványról van szó, ugyanis az egész Levantében sehol nincsen márvány. Nem csak márvány, gránit sincsen. És aztán ott belül pedig a tepidárium teremnek a gyönyörű mozaik padlóját láthatjuk, itt a baloldalt a káldárium teremét. Bárki megkérdezheti, hát milyen alapon merjük feltételezni azt, hogy itt egy dongaíves boltozat volt, ilyen hatágú, mint a méhvia, az olyan típusú díszítéssel. Onnan, hogy ezek in situ megmaradtak, miután lezuhantak a földre, és szépen kiecsetelték őket. Tehát minden ilyen részlet, amit önök most láthatnak, ezek az eredeti hát, régészeti leletek alapján összelegózhatók, nem tudok jobb szót használni, elnézést kérek, tehát minden szépen össze lehet állítani, és miután ezek nem fekete-fehér tárgyak, ezért ugye ezek így néznek ki színesben. Ezek megépített 3D modellek. És hogyha már említettem egy 2016-os fejleményt, azzal, hogy most februártól elkezdek tanítani, vagy egy másik fejleményt, hogy a Szalomé ősbemutatóját meg akarják csinálni a Suha Bawab úrnő és a Ókovács Szilveszter is, nagyon szeretné, hogy Magyar Állami Operaház is kapjon valamit ebből.
Másik ugyanilyen meglepetésem volt, hogy most december 17-én, amikor Ammanban kellett tartanom az Amerikai Intézetben egy könyvbemutató előadást, akkor átjöttek sokan Jeruzsálemből is, és az Eugenio Eliáta atya, a Jeruzsálemi Terra Santa Múzeumnak az igazgatója, aki egyben felelőse a Szent Helyek digitális bemutatásának is. Ő előállt azzal, hogy a karácsonyi ajándékként jöttek a felkéréssel, a dékán atyával közösen, hogy van a vatikán.va honlap, és azon belül vannak ezek a szent helyek, mint például a már emlegetett Getsemáni kert, vagy Kafarnaum, vagy Názáret, ahova a zarándokok virtuálisan ellátogathatnak az interneten. Ugye ott mindenféle dolgot lehet találni az interneten, a poklot is meg lehet találni, és van, aki a látogatásait szent zarándoklatokra akarja felhasználni. Na most hát közölték, hogy a vatikán/maceronte.va alhonlap címet, ugye a Makérusz olaszosan Maceronte, szeretnék, hogy ezt felépítsük. Egy olyan virtuális zarándok helyet, ahova megérkezhetnek a látogatók, ugyanis ezek a kimerevített képek természetesen megépített 3D modellek. Tehát ezekbe körbe lehet menni, be tudunk menni a következő terembe, aztán balra fordulunk, stb. És kérdeztem, hogy mégis miben látják ennek a jelentőségét, hogy most egy ilyen virtuális honlapot építsünk. Meglepő választ adtak. Kafarnaumnak a napi látogatottsága 3000. Azonban a honlap, a Kafarnaum honlap virtuális zarándoklatának a látogatottsága több mint 3 millió naponta. Tehát 1000 fölötti a szorzószám. Ugye ne felejtsük el, egy közel 2 milliárdos vallásnak vagyunk a hívei, és így egészen elképesztő lehetőségek nyílnak meg virtuálisan egyfajta Arreios Pagosként a vallásunkban. Hát persze ők azonnal előálltak azzal, hogy szeretnének egy olyan drónrepüléssel indítani, hogy a Holtengertől egy high-tech drónnal felrepülünk 1100 méter magasan, körbe megyünk a sasfészek körül, aztán egyszer csak animációban megjelenik a várkastély, és aztán ott be lehet röpülni, és ott van az interiőr. És pénteken, amikor találkoztunk a Fekete Tanár úrral, Fekete Györggyel, mondtam neki, mondta is, hát ez nagyon sok pénzbe kerül, mondtam, ez így van. És ugye így néz ki egyébként a várkastély maga. A dolognak ez a lényege, hogy ma már 106 a hivatalos, különböző biblia kiadóktól hozzánk érkezett megkeresés, amikor kérik a magas adatállományú képet, hogy biblia illusztrációként szeretnék használni. És ebben a 106-ban nincsen bent a hittankönyveknek a száma, ahol a következő generációknak, ugye a gyerekeinknek, unokáinknak oktatni akarják, hogy mi is történt ugye azon a heródesi banketten, amikor Heródiás és Szalóme, és aztán szegény keresztelő Szent János, hogy ő hogy küldi el a tanítványait Jézushoz Galileában. Ez az egyetlen építészeti tere az evangéliumi helyszíneknek, amely megépíthető, legalábbis virtuálisan. Ugye említettem, hogy a helyszínen nem akarunk többet, mint ami eredeti épületelemekből megépíthető, tehát nem akarjuk még a legkisebb kockázatot sem felvállalni, nehogy valaki azt mondja, hogy ez már nem 100%, hogy így volt. Tehát csak azt építjük meg, ami 100%, megkérdőjelezhetetlen. Az egyik szép írása Gianfranco Ravasi bíboros úrnak. Most, amikor hazajöttem Magyarországra, ugye minden évben hazajövünk a feleségemmel és a gyermekeinkkel, hogy megüljük az ünnepeket. A leveleim között kaptam most egy hosszú levelet a második kötetre is Ravasi bíboros úrtól. Mondanom sem kell, a magyar kollégájától nem kaptam. Tehát magyarországi klérus érdeklődése Kocsis püspök úrig szokott korlátozódni, aki néha köreinkben megjelenik. Hát ez valószínűleg az én hibám, megmondom őszintén, sokszor kell lelkiismeretvizsgálatot végeznem, hogy hol rontjuk el, hogy mi az oka annak, hogy ennyire érdektelen a
a mi egyházunk Magyarországon. Ugye itt látjuk a háttérben az akkor még épülés alatt lévő első zarándokházat. Mindenkit szeretnék megnyugtatni, itt már épül a második. Ugye ott már az alapozási munkálatok vannak, és a harmadiknak is már jóvágyott tervei vannak. Itt aztán röviden még az Alsóvárosról, hogy beszélhessek. Ugye az Alsóvárosnál számunkra először nagyon zavaró volt, hogy mi az oka annak, hogy a 187 méter hosszú akvaduktus, hogy megérkezik az Alsóvárosba, és utána a fölvezető út eltűnik fél magasságba. Most hát azért tűnik el, mert az elmúlt két év során föltárták a Herodionnál David Mevorach és Sylvia Rosenberg zsidó kollégák az ottani felvezető utat, ami egy az egyes párhuzam a mi felvezető utunkhoz, egyszerűen a föld alá kerül. És nem a falba érkezik meg a felvezető út, hanem a föld alatt érkezik be a palotába. Itt még jobban látható, hogy hogy történik az érkezés, és hogy mi az oka annak, hogy itt eltűnt a felvezető utunk. Most mi egy ilyen víziót már publikáltunk 2013-ban az Alsóvárosról, radarfelvételek segítségével, hogy ez egy helikopter felvétel, hogy az akvaduktusz után ez az Alsóváros hogy nézhetett ki, és az akkori rekonstrukciónk még úgy nézett ki, hogy van egy bevezető kapu, felvezető út, és akkor még egy kapuzatban gondolkodtunk, ami megérkezik. Ma már tudjuk, hogy ez nem így néz ki. De hát a National Geographic Channel munkatársai ugye minket másoltak, ezért még ők is azt építették meg. Ez a Killing Jesus című minden rekordot megdöntő film volt, most áprilisban vetítették az Egyesült Államokban elsőként, megépítve már a Makérusz digitális várát. Ugye itt van keresztelő Szent János, ahogy éppen viszik be Antipásznak a katonái az Alsóvárosba, ahol ő raboskodik a felvezető utunk, és akkor itt aztán megérkezünk a palotába. Ezek nagyon szép dolgok, megkérdezheti bárki, hogy ez milyen érzés. Őrületesen jó, hogy a munkánk ilyen szépen épül be a nemzetközi világba. Természetesen soha senki egy fillért nem fizetett ezekért a képekért, de nem is kértünk. Tehát soha nem vettük a bátorságot ahhoz, hogy a talentumjainkat a legmagasabb napi kamat szerinti profiton, miután megforgatjuk, utána még el is adjuk. Tehát ugye inkább arra törekszünk, hogy máshogy gyűjtsük a kincseinket. Ugye itt van a Várkastély napjainkban, és ez a bizonyos felvezető út, amit a másik szögből már mutattam, és amelyet ő felsége II. Abdala király épített a Holtenger parttól a régészeti lelőhelyünkhöz. Ez volt az első kötet, mostani beszámoló során bemutatásra került a második kötet. Lehetséges, hogy jövő ilyenkor már mozgóképes bemutatásra is lehetőség nyílik. Hát ennek mindenütt nagyon örültek. Itt El-Hassan bin Talal herceg, a Jordán Királyi Társaság elnöke és a leánya Szumeja hercegnő, ők is nagyon örültek. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy amikor alkalmam volt beszélnem a királyi család számára, akkor én mindig hangsúlyoztam, hogy bár ezt sokszor elmondják, hogy a Magyar Művészeti Akadémia egy kortárs művészeti akadémia, mi a legkevésbé sem foglalkozunk a kortársakkal, mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy a következő generációk számára végezzük a munkánkat. Hiszen egy olyan 2000 évvel ezelőtt 71-ben lerombolt régészeti lelőhely, a Makérusz, amit egyszer lehet feltárni. Ezt nem lehet még egyszer feltárni. Nem lehet hibát elkövetni. Tehát minden célunk, ugye, hogy erről nagyon sokat beszélünk Jóskával, a hitelesség. Tehát egy olyan hiteles történelmi helyszínné váljon, ahol a tamás keresztények is megfoghatják ezeket a falakat, és azt mondhatják, igen, itt van, itt valóban ezeknek az evangéliumi szereplőknek a lábnyomában lehetünk. Ezt a felvételt, amikor bemutatom, ugye a nyugati parti várkastélyok analógiájával együtt, az Alexandreiontól a Maszadáig, akkor egy nagyon érdekes dolgot kell hozzáfűznöm. A Dósapap Tamás kollégám, amikor ezt a felvételt készítette, még nem tudtuk, hogy ez a felvétel
milyen divatos lesz Jordániában, a palotában, ugyanis ez lett a szkéné a Szalome ősbemutatójához. Tehát ők ezt a hátteret kívánják, hogy ne az legyen, hogy föl kell menni a várkastélyhoz, hiszen itt nem tudnak elhelyezni csak pár száz embert, itt nem lehet előadást tartani. Nekik 3000-es színpad kell, ez a látvány, a háttér. És ugye úgy szeretnék az előadásokat, hogy a Holtenger partján vannak ezek a luxusszállók, Kempinski, Marriott, Mövenpik, stb. És akkor onnan buszokkal fölhozzák ezen a strádán az opera rajongókat, megérkeznek kora délután, aki olyan fizikai állapotban van, az szépen fölkoszog megnézni a várkastély romjait, aki nem, az csak barbecue-zik, és ott lehet enni-inni. Megvárják a naplementét, közös naplemente, és a közös naplementét követően történik bemutatásra az opera. Na most, hát az a szerencse, hogy ezekben a keleti királyságokban, ami számunkra Magyarországról valóban egyfajta ilyen mesés királyság, ott nincsenek beszerzések, nincsenek tendereztetések. Tehát ott valamit eldöntenek, akkor utána megvan, hogy kinek van aláírási joga, és a palota nevében aláírja, és onnantól kezdve megvalósítja a királysága terveket. Egyetlen közös vonása van ezeknek a terveknek, hogy semmit sem csinálnak rövid távra. Az a motto, hogy mindent Hussein herceg, ő királyi felsége majdani uralkodására készítünk elő. Ugye 21 éves a trónörökös, a Washingtoni Georgetown University-nek a hallgatója, és ugye minden majd az ő királyságára készül, tehát minden a jövőben kell, hogy manifesztálódjon. Ezeket a Szalome opera előadásokat is nem egy egyszeri alkalomra készítették elő, hanem minden év augusztus 29-30-31 három napján programszerűen, tehát hogy egy visszatérő lehetőség legyen, és örök időkig akarják ezt, ugye mindent örök időkig szeretnének. Itt aztán ugye a műemléki bemutatásnak egy korábbi változata, egy korábbi vázlata, 3D vázlata, hogy fogjuk ezeket a további oszlopokat fölállítani a Dór perisztíliumos udvaron. A nagy 70 négyzetméteres heródesi ciszternánk hogy lesz átalakítható majd egyfajta visitor centerje, ahol egy kis mozit tudunk bemutatni, majd egy vászon segítségével ott a helyszínen. És amikor most szerény kis beszámolómat lezárom, röviden szeretnék beszámolni egy ma délutáni találkozomról. Kövér László elnök úrral beszélgettünk arról, hogy jövő ilyenkor egy magyarok számára rendkívül fontos évforduló lesz. Ő maga sem gondolt erre, senki sem tud róla. Én ezt az alkalmat is szeretném megragadni, hogy mindenkinek a figyelmét felhívjam rá. 1217-18 telén jövőre fogjuk ünnepelni a 800. évfordulóját. Második András, magyar király, köszönöm szépen, az 5. szentföldi keresztes hadjárat vezéreként megérkezett a Szentföldre. Na most egy olyan országban élünk, ahol a kormányzatnak fontos a szuverenitás. Fontos főleg a fiataljaink számára megüzenni, hogy mi magyarok nem akármilyen örökség birtokosai vagyunk. És második András királyunk harmadik Ince pápának a felkérésére, de már amikor elindítja a hadjáratot, Honorius, harmadik Honorius pápa megbízásából Európa keresztes hadjáratát vezeti. Hát itt nem Magyarország keresztes hadjáratáról volt szó, hanem a magyar király a feje az európai kereszténységnek. És a pápa megbízásából második András király megérkezett a Szentföldre. Maga a történet hátborzongtató, ugye egyes történeti források szerint 4000, mások szerint 3000 magyar keresztes lovag megérkezik a velencei kikötőhöz, és szeretnének elindulni. És ugye a Velencei Dózséval meg kell állapodni, hogy fogják elszállítani a magyar lovagokat, és ekkor 5 tengerjáró hajóban állapodunk meg, 3-at a velenceiek biztosítanak a magyar lovagok leszállítására,
Ciprus érintésével, további kettőt pedig a kiváló magyar lovak leszállítására. Fizetségül odaadtuk Zara várát a dalmáciai partokon. Tehát nem akármilyen nagyságrendű vállalkozás indult el, ez egy rendkívül sikeres keresztes hadjárat, előkészíti a 6.-7. keresztes hadjáratok későbbi nagy sikereit, ugye mi Betszaidánál egy hatalmas csatát nyerünk meg, és a korabeli beszámolók alapján tudjuk, hogy ezek a magyar testvéreink, honfitársaink azt a fogadalmukat, hogy majd megmártóznak a Szent folyó a Jordán vizében, ezáltal újra megkeresztelkedve, kivétel nélkül mind megvalósíthatták. A Makérushoz természetesen nem zarándokolhattak el, hiszen senki nem tudta akkoriban, hogy hol van a Makérusz. Azt azonban szeretném elmondani, hogy a 800 évvel ezelőtt, 1217-18-ban sikeresen vezetett 5. keresztes lovak, európai keresztes lovak hadjárat azért indult el, hogy a szent helyeket mi magyarok a kereszténység számára elérhetővé tegyük, és megőrizzük. És nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy 800 évvel később ugyanebben a szellemben dolgozhatunk ma is a kollégáimmal közösen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.